Brutális gyilkosság folytatódott a 2016 májusában meggyilkolt szamossái nő feltételezett gyilkosának tárgyalása. Időpontra hívható szolgáltatás, januártól a kéményseprői munkálatokat előre fixálhatják a családi házban élők. Újabb NAV ablakok nyíltak, ezen túl az Ibrányi és Nagykálói kormányablakokban is elintézhetik adóügyeiket a lakosok. Folytatódott a 2016 májusában brutálisan meggyilkolt 61 éves szamossái nő feltételezett gyilkosának tárgyalása. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az ügyben számos tanút és orvos szakértőt hallgattak meg szerdán a nyíregyházi törvényszéken, ugyanis új bizonyítékok kerültek az ügyészséghez. A bíró több órán át ismertette a sok száz oldalas ügyiratot, de végül elnapolta a tárgyalást, így legközelebb márciusban újabb tanúk meghallgatásával folytatódik az ügy. Az eddig megtartott tárgyalások vádlotti nyilatkozatainak ismertetésével és szakértői megállapításokkal kezdődött szerda reggel, a 2016. május 27-én Szamossáiban brutálisan meggyilkolt 61 éves nő feltételezett gyilkosának tárgyalása. T. Miklós vádlott az említett napon Szamossáiban italozott egy presszóban, majd onnan távozva bemászott a sértett lakóházának kapuján és egy vascsővel bement a házba. Az ingatlanban pénz után kutatott, mire az idős hölgy hazaért és rákiáltott a vádlottra. T. Miklós ezután nagy erővel fejen ütötte a sértettet, aki elesett. A vádlott a földön fekvő nőt még háromszor fejen ütötte a vascsővel. Ezek után összesen 1200 forintot és egy elektromos szivattyút magához véve távozott a helyszínről. Az orvoszakértői vélemények alátámasztják, hogy a halál a fejre mért ütések miatt következett be. Nyilván itt az eszméletvesztés az azonnali. Az agyroncsolódás, illetve a vérvesztés az, ami még eredményben a halált okozza. Ehhez egy pár másodpercnek, pár tíz másodpercnek el kell telnie. Nyilván itt az a megállapítás, hogy a keletkezési sorrend nem határozható meg. Ez azért van, mert ezeket a sérüléseket most tényleg csak azt, amit elszenvedte 30 másodperc alatt, és ebben a rövid időintervallumban arra nyilatkozni, hogy melyik sérülés mikor keletkezett, nem lehet. Ami biztos, hogy az egyes számú külsérelmi nyom, ez olyan súlyos, ez a sérülés, hogy hát az eszméletvesztés az biztos, hogy azonnali, ergo cselekvőképtelenség is, a halál pedig ennek a sérülésnek következtében alakult ki. A tárgyalás folyamán érdekes bizonyítékok és egy régi cellatárs levelében megírt vallomása is előkerült. Ezeknek köszönhetően az ügy érdekes fordulatot vett. A levél írója ugyanis teljes pontossággal, de máshogy mesél a 2016. május 27-én történtekről. Ezek az állítások lényegében az egész ügyet újraírhatják. A bíróság öt tanút hallgatott meg szerdán, az egyikük a sértett anyósa. Ő azt vallotta, hogy bár nem túl jól, de ismeri a vádlottat, aki a gyilkosság napját megelőző hetekben járt a sértett házába. Az ügyben sok tanú meghallgatás vár még az ügyészségre, ezért a bíró elnapolta a tárgyalást. Így a különös fordulatot vett, nyereségvágyból elkövetett emberölési ügy márciusban folytatódik tovább a nyíregyházi törvényszéken. Januártól a családi házban élők a nekik alkalmas időpontra kérhetik a kéményseprést, illetve az ellenőrzési munkákat. A jövőben az egylakásos ingatlanokban lakók nem kapnak papíralapú értesítést arról, hogy a kéményseprők mikor érkeznek. Januártól a lakók interneten, telefonon vagy személyes ügyfélszolgálatokon keresztül előre fixálhatják a nekik alkalmas időpontot a kéményseprési munkákra. A szolgáltatás a tüzelő berendezés típusa alapján meghatározott időközönként ingyenes marad. 2016. júliusában alaposan átalakult a kéményseprés rendszere. Az ország nagy részén, közel 2600 településen a katasztrófavédelem vette át a kémények ellenőrzését. Ezzel szakszerűbbé is váltak az ellenőrzések. Az állami számvevőszék jelentéséből ugyanis az derült ki, 2013 és 2015 között a kéménysepréssel és ellenőrzéssel foglalkozó szolgáltatók több esetben hiányosan vagy egyáltalán nem értesítették a lakosságot a kémények kötelező ellenőrzéséről, az ingatlanokon a kötelező ellenőrzési feladatokat nem vagy csak hiányosan, illetve nem megfelelően dokumentálva látták el. A változásokkal nem csak a színvonal javult, hanem az ellenőrzések is ingyenessé váltak. 2018. január 1-én további szabályváltozások léptek életbe. Ezek magukban foglalják, hogy a jövőben az egylakásos ingatlanokban lakók nem kapnak papíralapú értesítést a kéményseprés időpontjáról.
a családi házban élők interneten, telefonon vagy személyesen az ügyfélszolgálatokon keresztül egyeztethetnek, és a nekik alkalmas időpontra kérhetik a kéményseprést, illetve az ellenőrzési munkákat. A sormunka megszűnése azonban nem jelenti azt, hogy a családi házak lakói ezentúl elmulasztanák a kéményeik ellenőrzését, nekik is érdekük, hogy biztonságban tudhassák magukat, mondta el 35 perc című műsorunkban Dóka Imre, a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvívője. Mindenképpen meg kell tenni ezt a szükséges éves vagy két évente, ahogy beengedje a kéményseprőt és elvégezze azokat a tisztítási, fűtéscső, csatlakozási ellenőrzéseket, amelyek egy ilyen munkával járnak, hiszen az elmúlt időszakban is, az elmúlt egy évet, hogyha említem, Szabolcs-Szatmár Bereg megyében sajnos több mint 1000 kéménytűz volt. Az ellenőrzések azért is fontosak, mert így elkerülhetők a szénmonoxid mérgezések. 2017-ben több mint 20 esetben riasztották a tűzoltókat Szabolcs-Szatmár Bereg megyében ilyen típusú esethez. A szénmonoxid érzékelőket mindenképpen szerezzék be, akkor is, hogyha rendben van a tüzelőfűtőberendezésük, hiszen az elmúlt két hónapot is, ha említem, három olyan eset is volt Szabolcs-Szatmár Bereg megyében, ahol bebizonyosodott, hogy ezek az érzékelők életeket mentettek. A fogyasztóvédelem honlapján az érdeklődők tájékoztatást kaphatnak a tiltott, illetve ajánlott készülékekről. Ezt vásárlás előtt mindenképp érdemes áttekinteni, mert a hatósági vizsgálatok szerint a magyar boltokban kapható szénmonoxid érzékelők többsége nem, vagy csak később jelzi, ha nagy a baj. NAV ügyfélszolgálati pont nyílt Ibrányban és Nagykállóban. A lakosoknak így adóügyekkel kapcsolatban már nem kell a megyeszékhelyre utaznia. Az adóhatóságot érintő ügyek egy részét a kormányablakokban is el lehet intézni ezentúl. Idén januárban összesen 4 ügyfélszolgálati pont nyílik a megyében, így összesen már 6 településen lehet Nyíregyházán kívül is adóügyeket intézni. Első ügyfelét fogadta az új adóügyi pont Ibrányban szerda délelőtt. A rétközi településen, valamint a nagykállói kormányablakokban már a NAV hatáskörébe tartozó ügyeket is elintézheti a lakosság. Nyíregyházán kívül eddig Tiszavasváriban és Nyírbátorban volt erre lehetőség, most újabb 4 kormányablak bővítette szolgáltatásait. A korábbi 2 követően idén januárban újabb 4 NAV ügyfélszolgálat nyílt Szabolcs-Szatmár Bereg megye kormányablakaiban. Helyileg ezek Ibrányban, Nagykállóban, Kisvárdán és Záhonyban nyíltak meg. Országosan egyébként most már összesen 91 olyan kormányablak van, ahol ezeket az ügyeket el lehet intézni. Ebből a 91-ből 6 Szabolcs-Szatmár Bereg megyében található. A tapasztalatok azt mutatják, hogy szükség van az adóhatósági ügyfélpontokra. Ott, ahol tavaly nyáron megnyílt, napi 10-15 ügyfelet fogadnak. A megyei igazgatóság ügyfeleinek a 8%-a Ibrányból és a körzetéből érkezett tavaly. Közülük sokaknak már elég csak a járási kormányablakba menni, ügyet intézni. Minél közelebb hozni az ügyintézést az emberekhez, minél szakszerűbben modern közigazgatást hozzunk létre, az elektronikus digitális eszközöket is bevonva, integrált ügyeket, és emberségesen. Tehát az a cél, hogy az államigazgatás úgy működjön, hogy ne a hatóságok érdekei, hanem az emberek érdekei legyenek az elsődlegesek. Ibrány mellett Nagykállóban is átadták az adóhatóság ügyfélpontját szerdán. A térségben nyár óta Nyírbátorban is működik ilyen szolgáltatás. Ugyan nem vagyunk messze Nyíregyházától, de mégis fontos cselekedet, hogy a NAV képviseltesse magát. Nem elég az, hogy képviseltesse, hanem az ügyfelek rendelkezésére álljon. A járási rendszer 5 éve indult el, az ezt követően nyílt kormányablakokban is egyre többen intézik ügyeiket. Tavaly már több mint 800 ezer esetben fordultak a megye, mint egy 400 ezer felnőttkorú lakosa az ott dolgozókhoz. Az adóhatósági ügyek közül számos olyan területen tudnak már segíteni a vidéki kormányablakokban, amiért eddig a megyeközpontban kellett utazni. Nagyon széles körben intézhetik el itt az adózók az ügyeiket, különböző beadványokat, kérelmeket, beallásokat tudnak leadni, folyószámla ügyeiket tudják intézni, folyószámla kivonatot tudnak kérni, csekket tudnak igényelni nálunk, illetve ha szükséges, akkor tájékoztatást adunk nekik az adóügyeikben, illetve ha kell, akkor segítséget tudunk nyújtani a különböző nyomtatványok, bevallások kitöltésében is. Ez a felsorolás ez nem teljes körül, de a honlapunkon mindenki tájékozódhat a tekintetben, hogy mik a pontosan intézhető ügyek köre. A NAV tapasztalatai szerint az ügyfelek egyre inkább elektronikusan intézik ügyeiket. A weboldal látogatottsága több mint 50%-kal nőtt tavaly az előző évhez képest, az elektronikusan beadott ügyek száma pedig meghaladja az évi 20 milliót.
akár 50%-os előfoglalási kedvezménnyel is megvásárolhatók a 2018-as nyári utazások év elején. Az idei év legnépszerűbb úti céljai közé tartozik Görögország, a Bolgár és a Török Riviera, egyénileg szervezett utazásban pedig Horvátország. Bár sokan a last minute utakat várják, azok esetében jelentősen kisebb a szállodák és a helyszínek választéka. Az előfoglalási időszakban kiemelkedően nagy kedvezményekkel foglalhatók a legkülönbözőbb 2018-as nyári utazások. Az év hátralévő részében már nem tudnak ekkora kedvezményt biztosítani a szervezőirodák, a last minute ajánlatokkal sem. Emiatt érdemes kihasználni az akár 20-30-40%-os kedvezményeket is. Viszont akik az ünnepek előtt karácsonyi ajándékként foglalták le családi utazásukat, azok akár 50%-os kedvezménnyel is találkozhattak. Igazán az előfoglalási kedvezmények is már decemberben elindultak, hiszen nagyon sok túroperátor kijött a decemberben már az 2018-as évi áraival, és azt hiszem, hogy januárra elmondhatjuk az eddigi párnapos tapasztalat alapján, hogy folyamatosan nő az a kedv, akik ilyenkor előfoglalási kedvezménnyel foglalják le az utazásaikat. A leggyakoribb foglalási helyszín jelenleg most Görögország, a Bolgár és a Török Riviera, egyénileg szervezett utazás esetén pedig Horvátország. Az utóbbi időben számos olyan nyaralási helyszínre nem foglaltak utazást a nyaralni vágyók, ahol a terror fenyegetettség szinte napi szinten jelen volt, de a jóval kedvezőbb ár miatt a 2018-as évben ez a tendencia javult. Úgy gondolom, hogy most már megpróbálunk gondolatilag ezzel együtt élni sajnos, hiszen láthatjuk, hogy nem kell ahhoz elutazni nagyon messzire, hogy Európában is bárhol, bármikor, bármi történhet az emberrel. Úgyhogy én azt gondolom, hogy azok a destinációk, ami az általad említett terror fenyegetettség miatt kiestek, tehát ez a Török Riviera, Egyiptom, Tunézia, ezek most már folyamatosan visszajönnek a palettára, hiszen tudjuk nagyon jól, hogy azért a Török Riviera azért ár-érték arányban az egyik legmeghatározóbb desztináció a nyári szezonban, úgyhogy nagyon sokan visszatérnek már erre az időszakra. Az elmúlt évekre nem volt jellemző a különböző utasbiztosítások megkötése. Sokan ezen szerettek volna spórolni a nyaralás foglalásánál. De mára javult a helyzet, és a különböző országokba történt terroresemények miatt egyre többen kötnek biztosítást. Ha útlemondás itt még nem is, de betegség, baleset, podgyászbiztosítást mindenféleképpen. Az Aquaese vízilabdázók két korosztálya is győzedelmeskedett a hétvégi vidéki bajnokságban. Hazai pályán a Szolnok és a Nagyvárad csapata ellen sikerült a 2004-es korosztálynak győzedelmeskednie, idegenben pedig a Debrecen csapatát sikerült megverniük a nyíregyházi vízilabdázóknak. Sikeresen kezdte az évet az Aquaese vízilabda csapata. Hazai pályán folytatták szereplésüket a vidéki bajnokságban. A múlt hét szombati mérkőzésen a Szolnok és a Kolozsvár csapatával játszottak és arattak kettős győzelmet a nyíregyházi vízilabdások. Szakács Roland kiemelte, nem csak a hazai közönség előtt, idegenben is győzelmeskedett a csapat a hétvégén. Két korosztály játszott a hétvégén. A 2004-es korosztály a Szolnok és a Nagyvárad ellen játszott, ők mind a két meccset megnyerték itt hazai közönség előtt. A serdülők Debrecenben játszottak, és a debreceneket is sikerült megvernünk, úgyhogy 3-ból 3-at hoztunk. Az első mérkőzést könnyed játékkal hozta a csapat a tiszaparti ellenfelével szemben, amíg a második mérkőzésen izgalmas és szoros küzdelemben verték meg a Kolozsvár csapatát. A két mérkőzésen gólszerzésben jeleskedett Olá Péter és Iván Dominik. Bejutott a negyeddöntőbe Fucsovics Márton teniszező a Canberrai keménypályás Challenger tenisztornán. A világranglistán 85. nyíregyházi sportoló szerdán Li Cső nevű kínai ellenfelét verte meg, írja a Nemzeti Sport. Fucsovics így bekerült a legjobb 8 közé, negyeddöntőbeli ellenfele a francia Hugo Grenier lesz a 75 000 dollár összdíjazású tornán. Elkezdődött a 2018-as év a szabolcsi Solymok jégkorong csapatának is. 3 korcsoportban U10, U12 és U14-es gyerekekkel versenyeznek a Jégsport Egyesület nyíregyházi jégkorongosai. A 2006-os évben alakult klubnak nem volt egyszerű a jégkorong sportág elindítása, hiszen a városnak nem volt jégpályája. De az elmúlt évek eredményeként rövidesen egy új és korszerű fedett jégpályán edzhetnek majd a nyíregyházi sportolók is.
Rengeteg kitartás, küzdelem és akarat jellemző a nyíregyházi Kis-Solymok jégkorong csapatát, hiszen jégpálya hiánya miatt nem sok lehetőségük volt az elmúlt években olyan mennyiségű és minőségű edzésekhez, mint amennyire és amilyenhez szükség lenne ehhez a sportághoz. Az egyesület kori suliában 3 szakképzett edző segítségével, játékos feladatokkal sajátíthatják el a gyerekek a korcsolyázás alapjait. Akik a korcsolya tanulás után is szívesen maradnának a jég közelébe, számukra teljes felszerelést és versenyzési lehetőséget biztosít a klub. A 2018-as év már elindult, 3 korcsoportban versenyzünk U10-esekkel, U12-esekkel és U14-es gyerekekkel. Most sincs könnyű helyzetünk, hiszen az ország minden részén vannak versenyek, Szekszárd, Szombathely, Tatabánya és más városokba kell utazniuk a gyerekeknek. Reméljük, hogy a toborzásaink sikeresek lesznek, iskolákban, óvodákban toborozzuk a gyerekeket. Már egy kicsit a jövőre is gondolva, hiszen a Nyíregyházi Sportcentrum keretein belül is elindul egy jégkorong szakág, ahová szintén várjuk majd a gyerekeket. Magyarországon a jégkorong jelenleg az egyik legdinamikusabban fejlődő sporták, hatalmas szurkolótáborral és világviszonylatban is elismert jól szervezett utánpótlás képzéssel. Az elmúlt évek eredményeként rövidesen egy új és korszerű fedett jégpályán edzhetnek a Szabolcsi Solymok, következő mérkőzéseikre tette hozzá Szabó Lajosné Éva. Szabványméretű pálya lesz, tehát nem csak a Magyar Jégkorong Szövetség, hanem a Nemzetközi Jégkorong Szövetség is elfogadja ezt a méretű pályát már. Igaz, hogy a pálya most jelen pillanatban csak fedett, de nem zárt pálya lesz. A későbbi terveinkben szerepel majd a pálya teljes zárt átétele, akkor már komoly nagy versenyekre is alkalmas lesz a pálya. Mint minden sportágban, így a jégkorongban is már 5-6 éves korban elkezdhető a sport alapjainak megismertetése. A Nyíregyházi Jégsport Egyesület folyamatosan várja a 6-10 év közötti kisfiú, kislányok jelentkezését, akik kedvet éreznek ehhez a rendkívül látványos és egyre népszerű sporthoz. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Folytatódott a 2016 májusában brutálisan meggyilkolt 61 éves szamossái nő feltételezett gyilkosának tárgyalása. Az ügyben számos tanút és orvos szakértőt hallgattak meg szerdán a nyíregyházi törvényszéken, ugyanis új bizonyítékok kerültek az ügyészséghez. A bíró több órán át ismertette a sok száz oldalas ügyiratot, de végül elnapolta a tárgyalást, így legközelebb márciusban újabb tanúk meghallgatásával folytatódik az ügy. Januártól a családi házban élők a nekik alkalmas időpontra kérhetik a kéményseprést, illetve az ellenőrzési munkákat. A jövőben az egylakásos ingatlanokban lakók nem kapnak papír alapú értesítést arról, hogy a kéményseprők mikor érkeznek. Januártól a lakók interneten, telefonon vagy a személyes ügyfélszolgálatokon keresztül előre fixálhatják a nekik alkalmas időpontot a kéményseprési munkákra. A szolgáltatás a tüzelőberendezés típusa alapján meghatározott időközönként ingyenes marad. NAV ügyfélszolgálati pont nyílt Ibrányban és Nagykállóban. A lakosoknak így adóügyekkel kapcsolatban már nem kell a megyeszékhelyre utaznia. Az adóhatóságot érintő ügyek egy részét a kormányablakokban is el lehet intézni ezentúl. Idén januárban összesen 4 ügyfélszolgálati pont nyílik a megyében, így összesen már 6 településen lehet Nyíregyházán kívül adóügyeket intézni. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták január 10-én szerdán friss hírekkel, holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk, kisebb esővel, így már szükség lesz az esernyőkre. Az előttünk álló éjszaka erősen felhős vagy borult lesz az ég, párássá válik a levegő, köd is képződhet, esőzápor egyaránt előfordulhat. A keleti, majd a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, reggelre általában 3 fokig csökken majd a hőmérséklet. Holnap napközben erősen felhős vagy borult lesz az ég, esőzápor egyaránt előfordulhat, a változó irányú szél
dél viszont gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 5 fokig emelkedik majd a hőmérséklet és hidegfronti hatásra számíthatunk. A következő napokban, illetve a hétvégén jobbára erősen felhős vagy borult lesz az ég, több helyen várható kisebb csapadék, eleinte esőre, majd szombattól már havas esőre, néhol akár hóra is számíthatunk. Hidegebbre fordul az idő, a hétvégére visszatér a tél. Hétfőn átmenetileg kevesebb lesz felettünk a felhő, de a napsütés ellenére is hideg marad az idő. A folytatásban ismét enyhül majd időjárásunk, de ezzel együtt ismét felhősebb idő várható újabb csapadékkal, eső, havas eső vagy hó formájában.